is merném halálnál. Persze, de csak azt hiszed. Te mindent elfelejtesz. Valóban. Tévhitek és legendák Újvidéken. 13 ember meséli el, hogy látják a forradalmár Boris Davidovics egykori életét, csak hogy a legendára mindenki másképpen emlékezik. Tények, emlékek, kusza kavalkádja az Újvidéki Színház előadása, amely a történelem szörnyűség ellenére az élni akarásról szól. A Magyar Színházak 30. Kisvárdai Fesztiválján ez a darab kapta a legjobb előadásért járó fődíjat. A Boris Davidovics Síremléke című darab valószínűleg attól ilyen sikeres, attól ilyen elfogadott és befogadott, hogy olyan érzelmek, olyan gondolatok, olyan reminiszenciák ébrednek a közönségben, amelyeket egyfelől a közönség magáénak érez, vele megtörténtnek érez. Tizenhárom előadás versenyzett a 30. Kisvárdai Színházi Fesztiválon. A jubileumi színházi mustrán határon túli magyar társulatokból, előadásokból és művészekből választotta ki az idei fesztivál győzteseket a szakmai zsűri. Nagyon populáris volt a versenyprogram. Én azt gondolom, hogy minden műfajból találtak előadást az érdeklődők, és arra törekedtünk, hogy az évad legjobb előadásait mutassuk be határon túlról, vagyis hívjuk meg azokat az előadásokat, és minden évben az a célunk, hogy aki ellátogat Kisvárdára, az egy keresztmetszetet kapjon a határon túli magyar színjátszásból. Azoknak, akiket széttittek a vadállatok, vagy fölfaltak a cápák. A legjobb férfi szereplő az újvidéki Mészáros Árpád lett, a legjobb főszereplő pedig Varga Andrea Marosvásárhelyről, ő Ibsen Hedda Gablerjében lépett színpadra. A legjobb társulatnak idén a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházat választotta a zsűri. A fesztivál gála műsorral zárult, melyen a fővárosi nagycirkusz művészei is közreműködtek, és melyen a versenyprogramban szereplő határon túli színházakon kívül több magyarországi társulat is részt vett. Ennek az összmagyarságnak az együttműködése és eleje nagy erőkkel és nagyon fontos lábakon, a színházi társulatokon, az alkotó közösségeken múlik. Hálával tartozunk azoknak a határon túli alkotó közösségeknek, akik ápolják a nyelvünket, akik viszik tovább a zászlót és biztosítják, hogy mi merjünk összmagyarságba gondolkodni. 10 nap alatt 24 Kárpát-medencei társulat előadását láthatták a nézők a Magyar Színházak 30. Kisvárdai Fesztiválján, mely a tervek szerint jövőre is folytatódik.